2004 óta él egy nyugat-franciaországi faluban ez a brit házaspár. A két nyugdíjas oszlopos tagja a falu közösségének. Mindketten tagjai a tanácsnak, a férj jótékonykodik, a feleség pedig egy közösségi kertet tart fent. Mindezt eddig angolként tették, és fel sem merült bennük, hogy ezen változtassanak. So really, no, I'm European and I would like to stay European. Európai vagyok, és szeretnék is európai maradni. Most épp Franciaországban élünk, ahol nagyon jól érezzük magunkat, de nem mondhatnám, hogy különösebben franciának vagy britnek érezném magam. Leginkább európai vagyok. Been a great deal of inaccurate speculation. So I want to set out clearly, Mr. Speaker, let me remind the House why this is so important. 2016-ban viszont született egy sok mindent megváltoztató döntés. A szigetország lakói arra szavaztak, hogy megszakítják az Európai Unióval 40 éve fennálló köteléket. Emiatt azonban a kontinensen élő honfitársaiknak bizonytalanná vált a helyzetük. A házaspár egyik barátja 14 éve él a szomszédos faluban. Fia már itt járt iskolába, ő pedig a helyi könyvtárban dolgozik önkéntesként. Férje továbbképzéseket tart, munkája miatt sokat utazik, főleg Nagy-Britanniába tér vissza. A felesége attól tart, hogy a Brexit után mindez nehézkessé válik majd, veszélyeztetve a család megélhetését. Slightly ignored by the British government here. They don't really seem to take our... A brit kormány nem törődik túl sokat a mi helyzetünkkel, senki nem tud semmit, és ezért nem is tudnak válaszolni a kérdéseinkre. Volt ugyan egy találkozó a nagykövetségen, ami kedves gesztus volt, de akkor sem tudtunk meg sokkal többet. Két éve élünk ebben a bizonytalanságban. A legtöbben attól tartanak, hogy a kiválás után britként sérülnek majd a jogaik Franciaországban. Sokan úgy próbálják biztosítani állampolgársági jogaikat, hogy francia állampolgárságért folyamodnak, vagy pedig az EU-n kívüli polgárok számára kiadott tartózkodási engedélyért. Az európai ügyekért felelős francia miniszter korábban biztosította a betelepült szomszédokat, hogy nem fognak sérülni a jogaik, az aktivisták azonban nem elégszenek meg az ígéretekkel. Csak annyit kérünk, hogy legyen úgy, ahogy ígérték. Ne veszítsük el a jogainkat, és élhessünk úgy, ahogy eddig. Éppen ezért mentünk el Brüsszelbe is, ahol képviseljük a 3 millió Nagy-Britániában élő EU-s állampolgárt, és emlékeztetjük a képviselőket az ígéretükre. A minisztérium adatai szerint 2017-ben 8-szor annyi brit jelentkezett francia állampolgárságért, mint 2015-ben. A nyugati régióban annyi brit él, hogy egy fordító kifejezetten rájuk specializálódott. A szakember jelenleg 30 ügyfélnek segít eligazodni a bürokrácia útveszőiben. Kliensei főként nyugdíjasok, akik csöppet sem nyugodtak a jövőjüket illetően. That's a current file. There are many files. Ez az aktuális akta. Sok irat van benne, azok ott a tartózkodási engedély kérelmek. De azokon kívül még van egy hosszú lista jelentkezőkről, van bőven munka. A Holmes házaspár nem hagyta a véletlenre a sorsát. Úgy döntöttek, franciák lesznek, és már meg is kapták az új állampolgárságot. Ünnepélyes ceremónia keretében vették át a hivatalos dokumentumokat. What I really loved was when we had the Marseillaise at the end. It was very quiet. A ceremónia végén meghallgattuk a Marseillaise-t, és lassan mindenki bekapcsolódott. Azt gondoltam, itt mindenki tényleg franciának érzi magát. A part of being French, of France, and that was very igazán megható volt. And takes back control of our borders. It ensures that we bring an end to free movement with old friends and new partners all around the world. Theresa May brit államfő a legutóbbi októberi csúcson sem tudott újat mondani, és egyelőre úgy tűnik, hogy a legjobb, amit tehet, az az időhúzás. De a félelmek nem csak a briteket érintik, az Egyesült Királyságban dolgozó EU-s állampolgárok helyzete sem tisztázott.
a brit államfő igyekszik megnyugtatni őket, hogy maradhatnak a kiválás után is.